A lehető legszebb színeiben pompázik július első napján a kiskörösi Rónaszéki fürdő. A strand esztétikumát emeli, hogy Magyarország szépe is a vendégek között van, valamint az ugyancsak kiskörösi és a szépségverseny döntőjébe bejutott Csipak Zsuzsanna is. A Csengődi Geiger Zsanett a fürdő vendégek és a mi bánatunkra sem tudott jelen lenni, így a két helyi hölggyel beszélgettünk felkészülésről, versenyről, jövőről. Én személy szerint azért jelentkeztem, mert már régebb óta kiszerettem volna magam próbálni úgymond a szépségiparban, és ez egy nagyon jó lehetőségként jött az életembe, és úgy gondoltam, hogy hát akkor bele kell vágni, hogyha ez már így jött. Sokan azt állítják, hogy aki teljes mértékben rendben van önmagával, az nem fog jelentkezni egy ilyen versenyre, mert hogy elvileg ez egy ilyen visszaigazolás magunk felé. Na, ez teljesen nem így van. Tehát ebbe a versenybe pontosan csak olyanok jelentkeznek, akik már megvannak magukkal elégedve, és nem kell azon gondolkozniuk, hogy miben nem vagyok jó, mit változtatnék meg. Nekem még sosem volt sem fotózással kapcsolatos, sem ugye maga a szépségiparban való tapasztalatom még nem volt. Úgy gondolom, hogy mindent ki kell próbálni, és mivel én ezt már régebb óta fontolgattam, hogy egy ilyesmi versenyen megmérettessem magam, ezért nagyon jó lehetőségnek tartom, és nagyon örülök neki végül is, hogy jelentkeztem. Valakinek maga a döntő, tehát maga a verseny, az utolsó nap volt a legfeszültebb, a legdurvább, viszont nekem, én pont, hogy ott engedtem el magamat teljesen, ugyanis én inkább a próbákon vettem észre magamon azt, hogy bennem volt az a feszültség, illetve az a megfelelési kényszer, hogy fú, most elrontottam a koreográfiát, ez így nem lesz jó. Viszont ott magán a döntőn, ezt mondták is, ajánlották is, hogy éld meg a pillanatot, tehát ne túl akarjál rajta esni, hanem egyszerűen éld meg, mert az a tiéd. Nem fogsz valószínűleg minden nap ennyi ember előtt kint állni egy színpadon, és most van lehetőséged megmutatni magadat, szóval én ezzel a lehetőséggel éltem is, és nekem az volt a nyugisabb, ott már csak úgy ragyogni szerettem volna. A döntőt megelőző két hét mentálisan és fizikálisan is sokat kivett a versenyzőkből. Többféle úgynevezett alversenyen kellett jól teljesíteniük, önismereti képzést kaptak, de komoly erőpróbát is teljesíteniük kellett. Ezekhez jöttek még a táncórák és az újabb táncórák. Mindezzel fizettek azért a népszerűségért, amely, ha akarták volna, ha nem, a verseny közben, de a verseny után még inkább utolérte őket. Én megpróbáltam az egészet élvezni, persze nehéz volt, és ez egy nagyon kemény két hét volt ez a tábor. Mind fizikailag, mind mentálisan is eléggé megterhelő volt, viszont úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól felkészítettek minket a versenyre, és nagyon sok új dolgot tanulhattunk, és ez egy tök jó kezdő löket, úgymond, hogy ezeket én hasznosítsam a jövőben, ezeket a megszerzett tudásokat, és elinduljak vele egy úton. Számomra munkát is hozott, tehát hogy én ezt tudom azért kamatoztatni, mert szerencsére már volt egy fotózásom, és én nekem inkább ez egy ugródeszkának fogtam fel, hogy én ezt tudjam kamatoztatni így az életben, a mindennapokban, egy-egy fotómunkával, egy reklámmunkával, szóval már ez is elkezdett így kibontakozni. Én lettem a nagykövete az Amigos a gyermekekért alapítványnak, ami igazából arról szól, hogy a kórházba került gyermekeket próbáljuk támogatni olyan szinten, hogy játszunk, elmegyünk játszani velük, készségfejlesztő játékokkal támogatjuk őket. Szóval azt is nagyon várom, hogy hozzájuk ellátogathassak. Nekem nem mondanám, hogy felfordult az életem, csak pozitív irányban. Tehát az a kevés, hogy is mondjam, pompa, ami most engem ér, az szerencsére nem tolakodó. Tehát, hogy ez egy jó érzés, és az önbecsülését az embernek azért tudja egy picikét növelni.